Ugye a, továbbra is fenntartom azt, hogy ez egy, ez is, ez az eljárás is akkor még úgy indul, hogy egy megfélemlítéssel a vélemény nyilvánítóknak, ne csináljatok ilyet, ne nyissátok ki a szátokat, mert majd úgy jártok, mint a Pókalaci. Ma ennek a fenntartása is, hogy az ügyészség ilyen számomra képtelenség miatt harmadfokra tette, ez meg már inkább a bosszú, amit Robin Tamás védőnk elmondott. Jó néhány olyan vélemény nyilvánítás hajtottam már végre, ami miatt ez a bosszú és a megfélemlítés az akár érthető is a hatalom részéről. Csak arra gondoljunk, hogy amikor korábban az ügyészség, akár a mostani kormány, akár a korábbi kormányok esetében kiszolgálta a hatalom ellen felszólalók elleni intézkedések utáni vágyat, tehát hogy a hatalom az folytsa el a vélemény nyilvánításokat. Ez akár már 56-tól, 2006-tól, vagy a napjainkig, ha nézzük, teljesen mindegy, hogy hol volt. A kormányoknak, ezt történelemből már gyerekkorunkban is megtanítottuk, egy erőszak szervezete van. Ez egy sajnálatos dolog, hogy az ügyészi ágat szeretné erre felhasználni, és az ügyészség nem önálló hatalmi ágként, és valóban csak a valódi bűncselekményeket annak súlya szerint ítélné meg, és nem nézi meg azt, hogy igenis esetleg véleménynyilvánítás van, és már saját hatáskörben, ahogy Gaudi Nagy Tamás említette, észrevegye, hogy itt egy véleménynyilvánításról van szó, és ezért nem indítunk büntető eljárást. Most nem sorolom fel azokat, ahol a hatalom úgy szerette volna, hogy ne legyen véleménynyilvánítás, számtalan ilyen van, hosszú lenne ez a felsorolás. Inkább arra hívom fel a figyelmet, hogy ez a törvény tényállás, ugye a köznyugalom elleni bűncselekmények közé van elsorolva, vagy felsorolva, és azt kell megnézni, hogy vajon ez a cselekmény zavarta-e a köznyugalmát. Ellene volt-e a köznyugalmának, amikor felszólalunk akár különleges eszközökkel a bankárok ellen és a bankok kifosztásai ellen, az vajon egyrészt büntető joggal üldözendő-e, vagy kellene, hogy üldözzük, vagy valóban ettől lesz-e nyugtalan a közösség, vagy attól nyugtalan a közösség, hogy a bankárok elvettek tőlük már bizonyítottan 1000 milliárd forintot erről, ugye, sőt törvényi született meg bírósági ítéletet sorra támasztotta ezt alá, és még sincsenek felelősségre vonva, akik ezt elvették, és még tovább reklámozhatnak, tovább fosztogathatják az embereket, olyan követelések által, amik ugye nem lettek volna, ha nem veszik el ezt az 1000 milliárdot, most vannak ezek a követelések, és emiatt embereket lakoltatnak ki a házukból, és vesznek el vagyonukat, vonnak nyugdíjakat és fizetéseket. Jelen pillanatban ugye a kormány információ szerint 900 ezer végrehajtás van folyamatban, ha ennek csak a fele devizahitelezéssel kapcsolatos, amit mi teszünk, akkor is legalább, vagy nagyságrendű 500 ezer ilyen eset van, és hogyha egy nagyon pici részt családonként 20 ezer forintot, vagy végrehajtásonként 20 ezer forint havi levonást nézünk, ami csak a 70 ezer forintnak a 30%-a, akkor is havonta 10 milliárd forintot vesznek el jelen pillanatban úgy az emberektől, hogy fogalmunk nincs, hogy ez most jogos vagy nem, hiszen az Európai Unió bírósága és az Európai Bizottság is vizsgálja a magyar eseteket. Tehát ebben, egy ilyen társadalmi környezetben én azt gondolom, hogy ez a közösség akkor lesz nyugtalan, ha nem nyitják ki a szájukat, akik kinyithatják. És nem akkor lesz nyugtalan, hogyha valaki kinyitja a száját, és ezt megteszi. És ugye nem azért van ez a büntető tényállás, hogy vajon a bankárok nyugtalanok-e? Tehát nem a bankárok nyugtalansága ellen bűncselekmények közé van elsorolva, hanem a közösség. És a közösségbe pedig az egész társadalom tartozik bele, és egy jogállamban, egy jogállam demokratikus fejlődése szempontjából a véleménynyilvánítás kiemelt szerepet kell, hogy betöltsön, és ezt igenis támogatni kell, hogy ez így működjön, és akkor el is érkeztünk a véleménynyilvánítás szabadságához. Ezt kifejtettem az előző eljárásokban, én azt gondolom, hogy elég részletesen, és nem szeretnék ezzel szintén visszaélni, mert rengeteg sok mindent tudnék mondani. Gaudi Nagy Tamás az igazi alapelve azt elmondta, hogy nincs a tiltó eszközök között az, hogy egyrészt a bank
határok ellen ne nyilvánítsunk véleményt, és az sincs a tiltó eszközök között, hogy milyen eszközökkel nyilvánítsunk véleményt, tehát ez sehol nem szerepel ebben. Bár megtehetné a törvényalkotás, hogy ezt beleteszik, én azért bízom benne, hogy nem lesznek ennél szorosabb tiltó eszközök. Amit tettünk, az nem volt erőszakos, amit tettünk, az nem irányult arra, hogy itt az emberek megijedjenek. Amit tettünk, az arról szólt, hogy a bankárok érezzék, hogy itt vannak olyan emberek, akik felszólalnak. És ami nagyon fontos, és erre büszke vagyok, hogy 2013 óta, úgyhogy 4 éve vagyok ebben és még több más ügyben is eljárás alatt, nem sikerült megtörni azt a lendületet, amit csináltunk, azt a lendületet, hogy minél különlegesebb eszközökkel véleményt nyilvánítsunk, és igenis ki kell mondani a véleményt, akkor is, ha valakinek az nem tetszik. Mert a vélemény az, annak nem korlátja a vélemény kinyilvánításnak, hogy valakinek ez nem tetszik az én véleményem. Korlátokat Lodunat Tamás elmondta, arról nem szeretnék beszélni, nem irányul, tehát ilyen korlátokat egyáltalán nem sértettünk ezzel, tehát sem a nemzeti, etnikai kisebbségek, emberi méltóság, stb. Tehát ezek fel sem merültek. Ebben az eljárásban, amit az ügyészség ugye elindítottok 2013-ban a rendőrséggel karoltva, a célja az, hogy a véleménynyilvánítókat egy kicsit kordában tartsák. Ezt minden nap érzékelem, akár a kúria épületében a justícia szobor előtti véleménynyilvánítás sorozatainkkal, akár az egyébként a bíróságokon, a független igazságszolgáltatásért emelt szavaink esetében, tehát ott is érezzük azt, hogy mindent megtesznek azért, hogy valamilyen módon ezeket a véleményeket kordában tartsák, csak annyira menjenek el, amennyire a hatalomnak tetszik, ezért néhányszor előállítanak, néhány esetben is ez még a kevesebb, amikor valamilyen szankciót is alkalmaznak, mert azért a legtöbb esetben, amikor bírákhoz kerül, akkor főleg magasabb szinteken, de van, amikor elsőfokúkon vagy szabálysértési eljárásban is felmentenek, mert a véleménynyilvánítás szabadságába belefér, tehát így állapítják ezt meg. És hogyha azt nézzük, hogy a jogi minősítésnek a tényállásból kellett volna következnie, akkor én azt gondolom, hogy itt az ügyészségnek a legelején meg kellett volna állapítani, hogy a tényállás egy véleménynyilvánítás volt. És ebből a tényállásból a jogi minősítésen is kellett volna következni, és valamint ezeket a határokat átlépte, vagy nem lépte át, csak hogy az ügyészség nem minden indult, tehát nem ebből a tényállásból, hanem kreált egy jogi minősítést, közveszéllyel fenyegetés, és ehhez próbálta hozzáidomítani az eljárás során, hogy be volt csomagolva, nem volt becsomagolva, mikor tette, kitette oda, stb. Tehát ehhez rakták össze a vádiratban lévő történeti tényállást, ami teljesen lényegtelen ebből a szempontból, mert ha azt anélkül néznénk, hogy nem látjuk, hogy ő közveszéllyel fenyegetést miatt emelik ezt bele a vádiratba, akkor azt látjuk, hogy egy jókofa kis vidám csapat vélemény nyilvánított Szigetszentmiklóson a bankoknál, és utána másnak pedig egy még nagyobb vélemény nyilvánítást csináltak ebből. És azt gondolom, hogy ez a vélemény nyilvánítás és a vélemény nyilvánítás nem sérti mások alapvető jogait, szabadságát aránytalanul, akkor ez a véleménynyilvánítás nem korlátozható. És erre a korlátozhatóságra ugye az Alkotmánybíróság például a 18/2000-es határozatában, ahol több egyéb alkotmánybírósági határozatot is beemel, és egyébként azóta más alkotmányi bírósági határozatok is idézik ezt a 18/2000-es például, ugye itt kiemelik azt, hogy a véleménynyilvánítás olyan védett érték, ami a demokratikus közvélemény kialakulása szempontjából rendkívül fontos, ha ezt korlátozzuk, akkor a demokratikus közvélemény nem tud kialakulni. Nem alakulhat ki a társadalmi vita, a politikai hatalom, a pénzhatalom, ugye nem definiálunk konkrétan hatalmi hákként, de mégiscsak létezik, tehát a bőrünkön viszont érezzük, hogy léteznek, tehát hogy ezt nem tudjuk
kinyilvánítani, akkor nem alakul ki a párbeszéd, és olyanok lesznek, mint a kamasz gyerek, egyébként most is olyanok, hogy ha időben nem szólt rá a szülő, és nem mondta meg a határokat, meddig lehet elmenni, a mi kultúránkban mi az, amit elviselünk, akkor ez a kamasz gyerek felnőttként, vagy ifjú felnőttként, vagy olyan dolgokat tesz, ami még a büntetőbíróság előtt fogja magát találni, vagy kirekesztik a társadalomból a társai, mert nem mondták meg neki, ugyanilyen a kiskutya is, akit előbb választanak el az alomból, mint az kellene, ugye ez a nagyjából 6-7, akkor az a kiskutya nem tudja azt, hogy hol a határ, mennyire lehet valakit megharapni, kinek kell szót fogadni, tehát ez így benne van, de ezt egy kutyákkal meg lehet csinálni, a hatalommal szemben még meg kell csinálnunk, mert különben a fejünkre nőnek, tehát meg kell nekik mutatni, hogy hol a határ. Igen, ami nagyon fontos, ugyanez az alkotmánybírósági határozat azt mondja, hogy a vélemény közlésének a körülményei is tükrözhetnek véleményt. Tehát gyakorlatilag nem róható fel a vélemény nyilvánítás, hogy ez milyen körülmények között történt, hányan voltunk, mikor mentünk össze, ez is önmagában egy vélemény közöl. Majd szintén ugyanez az alkotmánybírósági határozat részletesen kifejti a korlátozás lehetőségeit és határait, tehát az arányos korlátozásra és a büntetőjogi korlátozás határaira szorítkozik, és ezt emeli ki. Én azt gondolom, hogy ezt is részletesen ismertettem a korábbi eljárásokban és erről a véleménnyel, ezért szintén nem szeretném idézni, tehát olyan szintig, hogy ezt be is idézzem, hiszen akár az ítélőtáblának is rendelkezésére állnak ezek. És hát természetesen 4/2007-es, ahol szintén az alapjogok korlátozhatóságát fejti ki, illetve a tiltakozás némításának a tilalmáról, ebből viszont egy nagyon rövid idézet, ezt megteszem, egy demokratikus társadalom nem választhatja a tiltakozás elnémításának szükségtelen és aránytalan korlátozásának útját. Politikai szabadságjogok korlátozása nem csak azokat sújtja, akik élni kívánnak a jogaikkal, hanem a társadalom egészét, így azokat is, akikre hivatkozással az állam a jogkorlátozás eszközéhez nyúl. Tehát, hogyha az állam azt gondolja, akár az igazságszolgáltatáson keresztül, hogy ő azért korlátozza az ilyenfajta véleménynyilvánítást, vagy különleges eszközökkel, hogy ne legyen valaki nyugtalan, akkor én azt gondolom, hogy őket bünteti a legjobban, tehát akikre hivatkozik, hiszen ők lesznek azok, akik nem tartják kordában ezeken az embereken keresztül a hatalmat. Ugye azokkal a szavak erejével, amiket mi megjelenítünk, akár hangban, akár plakátokon, akár valamilyen eszközökkel, vagy a cselekvéseinkkel. És akkor utolsó részben a társadalomra történő veszélytelenségre, illetve a társadalomra veszélyesség körében szeretnénk néhány gondolatot mondani. Ugye a büntető törvénykönyv a bűncselekmény fogalmánál a 4. paragrafusban ugye azt mondja, hogy bűncselekmény az a szándékosan, hogyha a törvény gondatlan elkövetést is büntetni rendeli, gondatlansággal elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli el. Tehát ha még feltételeznénk azt, hogy objektív, alkalmas volt a bűncselekmény elkövetésére, amit az ügyészség állít, amit ugye én cáfoltam is azt mondtam, hogy ez egy szubjektív, ami önmagában kizárja, hogy megvalósítsa a törvényi tényállást, akkor is azt kell megállapítanunk, hogy itt a társadalomra veszélyesség nem valósult meg, hiszen a társadalom érdekében ebből a célból azoknak az embereknek az érdekében, aki nem tud felszólalni a bankok ellen, akinek nincs hozzá sem pénze, sem jogi tudása, vagy egyáltalán nem is tudja, hogy lehetne ilyet csinálni, tehát azoknak az érdekében történnek ezek a véleménynyilvánítás, ennek a véleménynyilvánítás sorozatának volt egy állomása ez is. A kettes bekezdés azt mondja, a társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve a Magyarország alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy veszélyezteti. Tehát én azt gondolom, hogy nem
Tehát ez a cselekmény, ez nem sértette senkinek a személyes jogát, tehát a személyét és a jogait se, és a társadalmi, gazdasági, állami rendet sem sértette az meg, hogy egy különleges eszközzel a bankoknál véleményt nyilvánítottunk, kicsit ironikusan, de mégis megmutatva azt, hogy létezik egy ellenálló csapat, aki nem hagyja, hogy a társadalmat kifosztják ezek a sárga pólósok, és ugye vannak még mások, akik nem ezt a öltözéket veszik fel, de azért mégis kiállnak. És hogyha a kérdés, hogy veszélyeztettünk-e mi bárkinek a személyét, jogait, vagy a társadalom gazdasági és állami rendjét, ezt kell majd szerintem az ítélőtáblának eldönteni, ha elfogadja, hogy egyébként objektíve alkalmas lett volna, de remélem, hogy előtte azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy a törvényszék megnézte azt a tárgyat, vagy nem nézte meg a tárgyat, a megnézés nélkül is ugyanezt az ítéletet kellett volna hoznia. Köszönöm szépen!